Tudjátok, miért olyan erőteljes ez az ének? Azért, mert teljes igazságot közvetít. Azért olyan erőteljes ez az ének, mert mindannyiunk szívében ott van az az igazság, hogy nem így kellene működnie ennek a világnak. Hogy kell, hogy legyen egy jobb világ. Ennek a lenyomata ott van a szívünkben, és tudjuk, hogy nem csak, hogy kell, hogy legyen, hanem van egy jobb világ. Létezik az a világ ahol Isten minden könnyet letöröl majd a szemünkről. Létezik az a jobb világ, ahol nem lesz többé fájdalom és félelem. Létezik az a jobb világ, ahol nem kell majd többet küzdenünk és harcolnunk, ahol nem kell majd elfáradnunk, ahol nem kell majd gyötrődnünk. Létezik ez a jobb világ. Oda tartunk. Ennek a világnak az ereje tapasztalható itt közöttünk. Ennek a világnak a követei vagyunk. És erről szeretnék ma beszélni. Arról szeretnék ma beszélni nektek, hogy Isten a gyülekezetet azért hívta el, hogy képviselje őt itt a földön. Hogy mindaz, ami közöttünk van, bemutassa azt, amiről énekeltünk. Bemutassa azt a világot, ahol jól működnek a dolgok. A küldetésünk van című sorozatunkból, ezen kívül még két alkalom van hátra. 37 hete tanít bennünket Isten arról, hogy felelősek vagyunk a környezetünkért. Nem a teremtett környezetért elsősorban, hanem az emberekért, akik körülvesznek bennünket. Küldetésünk van feléjük. Így olvassuk az apostolok cselekedetei 28. fejezetét a 11. verstől a 15. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Három hónap múlva azután elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten terelt, Málta szigetén, és amelynek címerében a dioszkúroszok voltak. Szirakúzába érkezve ott maradtunk három napig. Innen a part mentén hajózva megérkeztünk régiumba, és mivel egy nap múlva feltámadt a déli szél, másnap Puteóliba értünk. Itt testvéreket találtunk, akik kérték, hogy maradjunk náluk hat napig. Így érkeztünk Rómába. Mikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, Elénk jöttek Appius fórumáig és Trésztabernéig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással. Imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk, hogyha a szívünket megtöltenéd bizakodással. Szeretnénk, hogyha szólnál hozzánk a mennyből, és más emberként, és más gyülekezetként mehetnénk tovább. Amen. Foglaljunk helyet. A múlt alkalommal is használtam már a következő szavakat, és a mai délelőttön is ennek a szellemiségében szeretném nyitni ezt a délelőttöt. Az a kultúra és az a társadalom, amely körülvesz bennünket, akár kimondottan, de sokszor inkább kimondatlanul a gondolkodásnak a mély rétegeiben, egy individualista és egoista kultúra. És ilyen embereket nevel. És az életünk egy pontján mindannyian eljutunk odáig, amikor ennek a folytogató hatásaival szembesülünk. Amikor azt érezzük, hogy nem normális az, ami körülvesz bennünket. Hogy ez a kultúra, ami, amiben mi is élünk, aminek szerves részei vagyunk, egy idő után szörnyen nyomasztóvá válik, mert individualista önmagukat szerető, a saját céljaikért törtető és egoista, önajnározó embereket nevel végső soron. Isten azt szeretné, hogy ebbe a kultúrába határozottan lépjen be az ő népe. Hogy ebben a kultúrában, ami jól jellemzi azt, hogy milyen az Istentől elszakadt ember, az övéi verjenek éket. Isten szeretne bennünket kilőni, mint nyilakat, hogy hasítsunk bele ennek az eltorzult társadalomnak a testébe, hogy valami gyógyulás elindulhasson. És ehhez használni akarja az ő népét, a gyülekezetet. A világ, ami körülvesz bennünket, el van szakadva Istentől. Minden jó szándéka ellenére egy Istentől elszakadt világot képvisel és épít. És ezen a ponton Isten azt mondja, hogy szeretném, hogyha bemutatnátok a környezeteteknek, hogy lehet más hogy is élni. Nem pusztán és nem elsősorban erkölcsileg. A keresztényeket Isten nem arra hívja el, hogy moralizáljanak. Sokszor, amikor a keresztények célt tévesztenek, akkor ezért visszás számukra az egyház. Mert a keresztényektől sokszor csak üres szólamokat, moralizálást, erkölcsös tanbeszédeket lehet hallani. És amikor az emberek azzal szembesülnek, minthogyha, minthogyha, a mi üzenetünk az pusztán arról szólna, hogy te ezt nem teheted, te ezt nem teheted, te ilyen vagy, olyan vagy, és állandóan csak negatív üzeneteket hallanak a keresztényektől, akkor az nem kell nekik. De Isten nem erre hívott bennünket. Isten nem erkölcs csőszöknek hívta a keresztényeket. Sokkal magasztosabb célt akar ránk bízni, mint gyülekezetre. Arra hívott el bennünket, hogy mindazt, amit mi megtapasztalunk Isten királyságából, a szeretetet, a megbocsátást, az erőt, amit ebből a királyságból meríthetünk, az újjákezdésnek a lehetőségét, a szent és tiszta életnek a lehetőségét, az Isten eljövendő királyságának az erejét, ezt mutassuk be az embereknek. Egy kicsit máshogy hangzik, igaz? Szerintetek egy ember, akinek az a képe a keresztényekről, az egyházról, a gyülekezetről, hogy ők a megmondó emberek, ők azok, akik, hogyha valamilyen kérdés felmerül, akkor mindig csak azt tudnak válaszolni, hogy ez nem jó, ez nem biblikus, ez Istennek nem kedves. Hogyha egyszer azt hallaná, hogy természetesen ezekben a tiltakozásokban van igazság, hát hogy ne? De a mi üzenetünk, az nem az, hogy nem szabad valamit csinálnod. A mi üzenetünk az nem ér véget ott, hogy rossz vagy, hogyha ezt teszed, hanem a mi üzenetünk az, hogy létezik a tökéletes világ. És hogyha szeretnél oda elérni, mert ott van minden, amire valaha vágytál, ha a mi üzenetünk nem merül ki a tiltásokban, hanem bemutatja az embereknek azt, hogy Isten valóságos, hogy Isten hatalmas, és hogy Isten szereti őket, akkor ez az üzenet vonzó lesz, és akkor befogadhatóvá válik annak az igazsága is, hogy ha el szeretnél odaérni, az nem működik abban az életvitelben, amit folytatsz. Ezért Isten létrehozta a gyülekezetet, az őt ismerőknek és az őt szeretőknek a közösségét, ahová mindenki jöhet úgy, ahogy van, és ahol Isten szeretetében, kegyelmében és Isten igazságainak a nyomán megváltozik, és Krisztusi új emberré lesz, örök életű lényé válik. Mert megszabadul a régi Istentől elszakadt életétől. Nem csodálatos egy üzenet ez? Hát dehogy nem. Isten azt szeretné, hogyha az ő népe, a gyülekezet olyan közösség lenne, ahol egymás jelenlétében felszabadulhatunk. Ahol egymás jelenlétében feloldódhatunk ahol egymás jelenlétében kiengedhetünk a szorongásainkból, és ahol biztonságos, védett környezetben változhatunk. Ez a gyülekezet. És jó úton vagyunk afelé, hogy ilyenné is váljunk. Nagyon jó úton van, a mi gyülekezetünk, hogy ilyenné is váljon. A következő percekben ennek a hogyanjáról szeretnék beszélni. Hogyan válhat egy gyülekezet ilyen közösségé? És azért nagyszerű, és azért van örömmel tele a szívem, hogy ezt most olyanok is hallják, akik először vannak itt közöttünk. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy fontosak vagytok a számunkra. És köszönjük, hogy megtiszteltetek bennünket a bizalmatokkal. És azzal a vágyjal vagyunk itt mi mindannyian, akik ehhez a gyülekezethez tartozunk, hogy megismerjétek azt az Istent, akit mi szeretünk és képviselünk. Mert ő az élet értelme. Pálapostól egy hajótörés után van. Kettő munkatársával együtt, hat hónappal a felolvasott történet előtt indultak útjukra. Hat hónapja hányódnak. Hat hónapja nem érik el a céljukat. Lukáccsal és Arisztarkhosszal Róma irányába vették az útjukat. Mert Pálapostól a megtérésekör kapott egy küldetést. Vidd el a nevemet a pogányok, Izrael fiai és a királyok elé. És ahogyan már beszéltük korábban, Pálapostól megérti, hogy ennek a küldetésnek a csúcsa következik, és ennek a küldetésnek a csúcspontja az, hogy az akkori világ legmagasabb formátumú uralkodója a császár elé kell állnia. És Isten viszi őt oda a két munkatársával együtt válogatott. Nyomorúságokon keresztül. Te hogyan gondolkodsz mindarról, amiben vagy? Hogyan gondolkodsz Isten szabadításáról? Arról a feladatról vagy küldetésről, amit rád bízott? Mennyire vagy hajlamos a csüggedésre? Mennyire vagy hajlamos a türelmetlenségre? Mennyire esel kétségbe, hogyha mindaz, amit Isten rád bízott, az nem azonnal valósul meg? Vagy amit szeretnél, az nem jön hirtelen? Ez alatt a hat hónap alatt Pálapostól megtapasztalta az éhezést, megtapasztalta a borzasztó, velőt rázó hideget, a nélkülözést, az emberek közötti viszálykodást, Átélt egy hajótörést, amiből éppen hogy megmenekült, és mindezeknek a nyomán elfárad. Pálapostól, aki úgy tűnik első olvasatra a Bibliából, hogy, hogy egy legyőzhetetlen ember. Mindenen átmegy. És első olvasatra úgy tűnik, hogy belőle ez jön. És ezért kialakulhat vele kapcsolatban az a képünk, hogy hát mi soha nem leszünk olyanok. Nem vagyunk annyira kitartók, nem vagyunk annyira szikárak, nem vagyunk annyira nagy formátumúak, mint ő, aki mindenen átmegy. De ez egy hamis kép. Emlékeztek, néhány héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy amikor börtönbe zárják Pál Apostolt, mert éppen a küldetését akarja betölteni, akkor Jézus személyesen megáll mellette, és bátorítja, hogy bízzál, Pál, mert ezen az úton keresztül fogod betölteni a küldetésedet. A császár elé kell állnod. Hát ilyen legyőzhetetlen volt tehát, Pál? Nem. Ő is elcsügget, ő is elfáradt, és őt is bátorítania kellett. A hajón, amikor azt írja Lukács, hogy megmenekülésünk minden reménye elveszett, akkor újra eljön Istennek egy angyala pálapostóhoz, és újra bátorítja őt. És azt mondja, hogy megjelent nekem Isten egy angyala, és azt mondta, hogy egy lélek sem vész el erről a hajóról. Szüksége volt a bátorításra? Hát hogyne? Mert nem önmagától és nem egyedül volt legyőzhetetlen, hanem attól az Istentől, aki elhívta őt, és azoknak a közösségétől, akik körülvették őt. Ezért tehát, amikor a gyülekezetről gondolkodunk, az első, amit szeretnék, hogyha elérne a szíveinkig, az az, hogyha Isten céljai felé tartasz, akkor testvérekre találsz ott is, ahol nem számítottál rá. Mert ezt olvastuk. Másnap Puteóliba értünk. Itt testvéreket találtunk, akik kértek, hogy maradjunk nálunk, náluk hat napig. Pálapostól úgy érezheti, hogy talán végre eléri a célját. Már közeledik Rómához, de még mindig nincsen ott. És az egyik városban, amin áthaladnak, ami sok-sok száz kilométerre van mindattól, ahol ő munkálkodott, a görög szigetvilágtól és a kisázsiai térségtől, több száz kilométerre van, és testvéreket talál. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a munkájának akkor a hatása volt, ami elért már a római birodalomba is. Ami Itáliának a földjén megjelenítette az evangéliumot. Hát mekkora bátorítás lehetett neki szerintetek az, hogy hát itt vannak testvérek. Hát óriási bátorítás lehetett neki az. Amikor az Isten által kitűzött céljait felé tartasz. Legyenek azok a gyülekezetünk közös céljai, vagy legyenek olyan feladatok, amiket Isten személyesen rád bíz. Akkor legyél nyitott arra, hogy felfedezd, hogyha Isten testvéreket állít melléd. És keresd őket. Legyél nyitott, keresd, és fedezd fel, hogy Isten a céljaid elérése, a tőle származó céljaid elérése érdekében időről időre úti társakat fog adni neked. Nagy valószínűséggel és elsősorban a saját gyülekezetedből. És tudjátok, az a szép a gyülekezetünknek a növekedésében, hogy egyre többen vagyunk, akik szeretjük Istent. Egyre többen vagyunk, akik megértjük, hogy az életünk szolgálatra hivatott el, és egyre több lesz a munkatárs. És ezért, amikor nehézségbe ütközöl, amikor fájdalmak érnek, amikor kétségek támadnak afelől, hogy be tudod-e tölteni azt a feladatot, amit Isten rád bíz, akkor Isten garantáltan mellét fog állítani munkatársakat. Mert ez nem egy egyszemélyes harc. Hogyha egyszer úgy érzed, hogy ezt a harcot egyedül harcolom, és nincsen senki mellettem, akkor gondolkoz el, hogy biztosan jó helyen vagy el, és biztosan jól csinálod-e a dolgaidat. Mert Isten nem egyszemélyes harcosokat hívott el az ő munkájába. Pálapostól soha nem volt egyedül. Lehet, hogy ő a főszereplő, de mindig ott vannak mellette Isten munkatársai. Hat napig ott maradtak. Na most, mielőtt még a részletek fölött elsiklanánk, kik azok, akik ott maradtak? Hát hogyan utazik Pálapostól ezen az úton? Fogójként. Hány társa van ezen az úton? 2075. <laughs> Közöttük egy római százados, akinek az a feladata, hogy ezeket a foglyokat biztonsággal Rómába juttassa. Na most, szerintetek hogy lehet az, hogy a Puteoliban lévő testvérek vendégül látják a 275 embert, és hat napig ez a százados azt mondja, hogy jól van, maradjunk itt. Mikor néhány hónappal ezelőtt, ugye három hónappal ezelőtt, amikor Málta szigetére vetődnek, akkor a katonák kivont karddal akarják elvágni a foglyoknak a torkát, hogy nehogy megszökjenek, és őket ítéljék majd halára miattuk. Na most akkor hogy van ez, hogy vendégül láttak bennünket? A századosunkkal, meg az összes katonájával, meg a foglyokkal együtt vendégül láttak bennünket, és ott maradtunk náluk hat napig. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy Pálapostól, ahogy veszi Istentől az üzeneteket, ahogyan jelen volt a hajón, ahogyan a két munkatársával együtt, mint testvérek képviselték az Isten királyságát. Ez olyan erővel hatott Júliusra, a római századosra, hogy azt mondta, hogy barátaim. Ha a ti Istenetek kimentett bennünket a tengerből, ha mindannyian megmenekültünk, és itt a ti testvéreiktek vannak, akik vendégül akarnak látni bennünket, akkor hat nap igazán belefér. Na, ez az élő bizonyságtétel. Na, ilyen egy jó gyülekezet. Amikor úgy érzik az emberek, hogy hát még nem pontosan értem, hogy mi a ti célotok. Hogy mit akar ez az egész, ez a gyülekezetes di, de, de, de amit tapasztalok itt közöttetek, és ahogy az Isten beszél veletek, az vonzó. Hogy még nem tudom, hogy én hiszek-e ebben az Istenben. Nem tudom, hogy amikor azt mondjátok, hogy adjam át neki az életemet, akkor ezt én meg akarom-e tenni, vagy sem. De az, amiről beszéltek, és az, az a közösség, amit látok közöttetek, az, az nem hagyja, hogy tovább menjek. És Júliusz, ez a százados képes volt azt mondani a katonáinak, meg a foglyoknak, hogy itt maradunk, a Puteóli keresztény gyülekezetben. Nem akartak tovább menni, mert érezték, hogy ezek között, az emberek között van valami, és ez a valami, ez Isten az ő ereje, hatalma és üzenete. Ezért tehát János evangélium a 13. fejezetének egy igéjét hoztam ide. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek -e egymást. Nem lennék meglepődve, bár erről Lukács nem ír, hogyha Julius az utazás végére megtért volna. Egyáltalán nem lennék meglepődve, hogyha a mennyben találkoznánk vele, mert a, az egész attitűdje, hogy hozzá lehez a helyzethez, arról beszél, hogy először azt olvastuk, hogy meg akarta menteni Pált, hogy ne vágják el a torkát a katonái, most meg arról olvasunk, hogy hat napig ott maradtak annál a gyülekezetnél. Július kezdte megérteni, hogy az az Isten, akiről Pálapostól a munkatársaival együtt beszél, az valóságos. Ezért tehát, ha Isten céljai felé tartasz, testvérekre fogsz találni ott is, ahol nem számítottál rá. Mert ezt nem úgy képzeld el, hogy itt Debrecenben valahol egyszer megjelennek majd a testvérek, hanem van egy feladat, amit el kell végezned, van egy munka, amit Isten rád bízott, van egy szolgálati területed itt a gyülekezetben. És hogyha kezdenéd úgy érezni, hogy elmagányosodsz, hogy a teher, akkor Isten fog hozni neked munkatársakat. Te meg kiállts hozzá, és ő válaszolni fog neked. És ott lesznek melletted azok, akikre eddig talán nem is számítottál volna. Ott lesznek, támogatnak, felüdítenek és vendégül látnak. És hogyha te pedig úgy vagy most, hogy megjelent egy szolgálati terület előtted, megjelent a gyülekezetünknek valamilyen formája, egy kinyújtott karja, és megjelent előtted valaki, hogy fú, hát oda lehet, hogy érdemes lenne besegíteni. Akkor ne állj ellen a Szentléleknek. Figyelj rá, és jelezd nekünk, a vezetőségnek, hogy szeretnék csatlakozni ahhoz a területhez. Mert ha így teszünk, meg fogják tudni az emberek, hogy Jézusei vagyunk. Nézzük tovább. Krisztus teste, vagyis a gyülekezet nem csak a környezete felé képviseli Jézust, hanem a bent lévők felé is. Ezt azért tartom nagyon fontosnak kihangsúlyozni, mert elsősorban a misszió szempontjából szoktunk hivatkozni arra, hogyha a gyülekezet, mint Krisztus teste, feláll itt közöttünk, akkor hitelesen fogjuk tudni képviselni Jézust az emberek felé. És ez így is van. Ezt már sokszor beszéltük. Ezért aztán Jézus a szentlélek által ajándékokkal ajándékozza meg a gyülekezetet, hogy ez a test minden szempontból egészséges legyen, kiegyensúlyozott, stabil, és így tudja képviselni Jézust a környezet felé. De! A természetszerűleg Jézus teste nem csak a környezete felé szolgál. Egy gyülekezetnek most egy nagy vonalakban két célcsoportja van. Az egyik azok, akik még nem ismerik Jézust. A másik pedig az, akik ismerik Jézust, és itt vannak bent. Ti. Ez azt is jelenti, hogy úgy kell gondolnod magadra, mint akit Isten használni akar ebben a testben, felénk, a testvérek felé, hogy jól érezzük magunkat itt, Isten népében, mert amellett, hogy Isten az ő képviseletére hívta el a gyülekezetet, beszél egy egy nagyon érdekes helyzetünkről, a, a, a mi helyzetünkről, hogy hogy látja ő a mennyből a gyülekezetet. Úgy látja, mint azoknak a közösségét, akiket elrejt Krisztusban, hogy megőrizzen bennünket az üdvösségre. Összeforraszt bennünket, és együtt várjuk, amikor végre belépünk a tökéletes világba a mennybe. Na most ez a várakozás egyrésztről nem tétlenségről szól, ez a misszió, másrészt meg a várakozás idejében építjük egymást. Gazdagítjuk egymást, mert Isten mindannyiunkkal megismerteti magát, és mindannyian, amit megismertünk belőle, hogyha közreadjuk, azáltal gazdagabbak leszünk. Olyan jó, hogy a kisifisek itt vannak most közöttünk, mert szeretném őket egy illusztrációra kérni. Krisztián gyerekérlek, Dani gyerekérlek, Peti, Teó, nem látom, de gyertek, Simi. Márk, Ádám, így már elég is. Gyertek ide, kérlek, itt nagyobb a hely. Szeretném nektek bemutatni a ifjú titánokon keresztül a gyülekezetünknek a működését. És ezt jó, hogy ti is látjátok, mert így működik ez a gyülekezet ahogy most majd be fogjuk mutatni. És a ti feladatotok is az lesz, néhány éven belül, hogy amikor megismeritek majd Jézust, nagyon szeressétek, és mutassátok be az embereknek, hogy ki ő. Na most. Krisztián lesz a test. Jó? Te vagy Jézus teste. És Ádám gyere, te leszel a. Ez a karja, a bal karja. Márk, te leszel a jobb karja, Simi, te leszel a jobb lába, Peti, te leszel a bal lába, Dani pedig, gyere, az az ember lesz, akinek a gyülekezet szeretné Jézust bemutatni. Gyere, állj ide. Te kíváncsi vagy a gyülekezetre, jó? Fogjátok meg kezek és lábak, Krisztiánnak a kezeit és a lábait. És Krisztián, te csak olyan mozdulatokat tehetsz, amit a kezeid és a lábaid irányítanak. Oké? Okay? Világos a feladat? Nektek kell elérni, srácok, hogy Krisztián teste megmozduljon. Fogd meg a lábát, Peti, fog meg a lábát, Simi nem a cipőjét, hanem a lábát, vádliát. Tehát az a lényeg, hogy mozgassátok a lábát, mert Krisztián nem fogja mozgatni. Úgy fog meg Peti, hogy járjon, hogy ez a test járjon, menjen oda Danihoz, és simítsa meg az arcát. Oké? Okay? Krisztián, ne lépj. Tehát csak, tehát magadtól ne lépj. Csak azt, amit mozgatnak rajtad. És nézzük meg, hogy hogy működik Krisztus teste. Jó, és akkor most Jézus, ugye, az a feladat, hogy Jézus megsimítsa Daninak az arcát, hogy Dani érezze a gyülekezeten keresztül, hogy Jézus szereti őt. Oké, okay, kezet is foghat vele, be is mutatkozhattok. Én vagyok Jézus, én vagyok Dani. Nagyon örülök. Na akkor most Jézus teste jöjjön vissza ide a szószékig. Jézus teste ezek szerint hátrafelé is szeret menni. Már nem sok. Jó. Nagyon köszönöm, szuper munkát végeztetek. Ezt ne felejtsétek el, meg azt se, amit most fogok mondani ezzel kapcsolatban, leülhettek a helyetekre. Vonzó volt ez, ahogyan Krisztus teste megjelent Dani, mint a környezete felé? Hát, na jó, szódával elmegy. Nem, nem igazán. De miért nem? Darabos volt a mozgása, láthatóan nagy erőfeszítések árán tudta az üzenetet képviselni, hogy megsimítsa a környezetének az arcát, aki felé küldetése van. De miért volt darabos a mozgása? Hát azért, mert életükben először csinálták ezt. De Krisztus teste, egy gyülekezet, Hogyha jól működik, akkor a benne lévő testrészek sok-sok gyakorlás által rendes mozgásra képesek, és hitelesen fogják bemutatni Jézust. Egy jól működő gyülekezet, ahol a tagok nem életükben először találkoznak, mint most, annak a mozgása nem darabos, annak a megjelenése vonzó, az egy egészséges testet képvisel és mutat be. A környezet felé is, és a bent lévők felé is. Ezt olvastuk. Amikor Pál meglátta őket, tudnélik, ezek már a római testvérek, mikor megérkeznek Rómába, Hálát adott Istennek, és megted bizakodással. Ebben a pontban és a következő pontban is ezt a gondolatot szeretném kifejteni és aláhúzni. Pálapostól, hat hónapi szenvedés után, amikor többször kétségbe eshetett volna, és többször megkérdőjelezhetett volna, megkérdőjeleződhetett volna a küldetése a római császár felé, elfárad hat hónap alatt elfárad. Picit felüdítik őt ez alatt a hat nap alatt a puteóliban lévő ismeretlen testvérek, de a valódi feloldódás, amikor pálapostól érezhetően kienged a szorongásaiból, az akkor van, amikor a rómaiakkal találkozik, akikhez készült. Feloldódik, kienged, mert Krisztus teste úgy áll fel a környezetében, és úgy jön elé, hogy az egy valóságos találkozás számára Jézussal, az ő urával. Hát ettől telik meg bizakodással. Szeretném kérni a, a képet. Ez egy vízi erőmű. Egy gát. Krisztus teste, hogyha jól működik, akkor olyan, mint ez a vízi erőmű. Isten a mennyből megajándékozza végtelen mennyiségű erőforrással. Akkor a erő duzzadhat fel egy gyülekezetben, mint egy ilyen gát mögött. Ugye érzékelitek erről a képről, hogy mondjuk akkora egy ember, mint a, mint a körmöm, mekkora maga a gát, és milyen irdatlan erő halmozódik fel a gát mögött. Na most, amikor Jézus teste egy gyülekezetben a helyén van, amikor a testvérek gyakorolják mindazt, amit Jézustól tanulnak, akkor az olyan elképesztő erőforrás, hogy annak nem is vagyunk a tudatában, de én azt szeretném, hogy ma tudatosuljon, hogy a gyülekezet mekkora erőforrás azoknak, akik benne vannak. Pál Lapostól ezt mondja a római levél 12. fejezetében. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Jó? Egyenként pedig Egymásnak a tagjai vagyunk Krisztus testében. Ez gyönyörű ez a megfogalmazás, mert nem azt mondja, hogy és egyenként vagyunk a test tagjai. A korintusi levélben ezt is mondja. De ez a kettő egyszerre igaz. Amikor megtértél, és Isten részévé tett az ő népének, akkor olyan erőforrásokkal akar megajándékozni, mint ami a gát mögött van. És hogyha erőtlennek érzed magad, vagy csüggednél, akkor tudnod kell, hogy Krisztus teste a bent lévők felé is szolgál. Erővel és hatalommal. Mert egyenként egymás tagjai vagyunk. Ez azt jelenti, hogy ha úgy érzed, hogy az a helyzet, amiben vagy, megbénít, és, nem, nem tudsz kinyúlni, mint nem lenne kezed, akkor támaszkodj a gyülekezetre. Hidd el, hogy Isten azért hozott létre bennünket, hogy egyenként, egymásnak a tagjaiként is működjünk. Ha úgy érzed, mint aki megbénult és cselekvés képtelen vagy, akkor kér segítséget közöttünk. Mert Isten használni akar bennünket egyenként, mint egymás tagjait. Ha úgy érzed, mint akinek levágták a lábát, hogy, nem tudod, hogy merre tovább. És meg sem tudsz mozdulni. Ha úgy érzed, mintha egy idő után már csak feküdnél az ágyadban, mert, mert olyan mélyen vagy, amiatt, ami ér. Élj a gyülekezetnek az erejével. Élj azzal, amit Isten felhalmozott itt közöttünk. Akár úgy, hogy idejössz a vasárnapi Isten tiszteleten, és Megkérsz bennünket, hogy imádkozzunk. De nem csak így működik. Hozzá tartozol egy házi csoporthoz, a gyülekezetnek egy kisebb sejtjéhez, ahol néhány ember között könnyebb a terheket is megosztani. De ne titkold el, gyere, hadd tudjunk segíteni. Része vagy valamilyen szolgáló csoportnak, akikkel együtt szolgáltuk az Urat. Mondd el neki, beszéljetek. Van egy mentori programunk, ha a mentoroddal, hogyha benne vagy ebben, akkor a mentorodtól is tudsz segítséget kérni. De Krisztus teste ne legyen erőtlen azért, mert nem tudjátok, hogy micsoda erőforrások vannak itt. Pálapostól pusztán attól megtelt bizakodással, hogy meglátta az ő testvéreit. Hat hónapig nélkülözött. Hat hónapig által sarat. De ebben nem csak nélkülözés volt, meg hideg, meg eső, meg éjség, meg emberek közötti viszály, meg hajótörés, meg úszás, hanem munka is, mert ebben a hat hónapban Pálapostól folyamatosan figyelt Istenre, vette az ő üzenetét, mentette az embereket, bizonyságot tett, amerre járt, és hat hónap alatt kifáradt. És én el nem tudom mondani, hogy, hogy milyen érzés az, hogy szinte az én gyomromból is kienged a görcs, amikor, amikor elolvasom ezt az egy mondatot, hogy meglátta a testvéreket, és megtelt bizakodással. Mert Pálapostul úgy nézett ki, mint a folyónak ez az ága. Itt, itt alul. Hogy mennyi a víz itt ahhoz képest, ami itt van? Hát összehasonlíthatatlanul kevesebb. És van olyan, amikor elmegy az erőd. Bármi miatt. Családban, munkahelyen, magánéletedben van olyan, hogy elmegy az erő. Nem kell ebben az erőtlenségben maradnod. Azért vagyunk itt. Hogy egészségesen és hitelesen maga Jézus tudjon jönni és segíteni neked rajtunk keresztül. Szeretnék rávilágítani egy egy kellemetlenebb dologra is. Jézus teste diszfunkcionálisan is tud működni. És sajnos sok példát látunk arra, hogy milyen az, amikor Isten gyermekei egy gyülekezetben csak a nevükben keresztények, de az eljárásukban közük nincs ahhoz a Jézushoz, akiről elnevezték magukat. Mert hogy? Ahogyan láthattátok ezt a darabos mozgást, egy nem jól működő gyülekezetben, ahol nem tudják a testvérek, hogy a menny ereje van náluk, és a menny erejét halmozta fel ott Isten, és hogyha nem tudják, hogy egyszerre szolgálnak egymás felé és a külvilág felé, hanem bezárják az ajtókat, és csak magukkal kezdenek el foglalkozni, az olyan, mint egy olyan test, ami soha nem megy ki a szobájából, és csak magával foglalkozik. Nézegeti magát a tükörben, de nem megy ki enni a konyhába, ezért, ezért elkezd fogyni. Nem megy ki inni, és ezért fájni fog a feje. Nem húzza fel a redőnyt, nem megy ki a friss levegőre. Milyen egy test lesz abból. Egy ide után fel sem kell, de mindeközben mindig csak azzal foglalkozik, hogy jaj, de fáj a fejem, jaj, de ráncos az arcom, jaj, de nehéz felkelni. Na, egy ilyen gyülekezetben ami elkezd magába fordulni, és diszfunkcionálissá válik, az emberek csak azzal vannak elfoglalva, hogy te már hogy nézel rám megint? Te meg miért nem köszöntél nekem? Te meg múltkor egyébként is mit mondtál? Egyébként is hogy gondolod, hogy így kell vezetni ezt a gyülekezetet? És ezek felnőnek, és mint egy rákos betegség felemésztik a testet. Egy gyülekezet, ami nem arra fókuszál, hogy betöltse a küldetését, és szolgáljon a bent lévők felé is, hitelesen, egészséggel telten, az megbetegíti azokat is, akik benne vannak már. Na hát ez az, ahova mi nem fogunk eljutni, mert mi tudjuk, hogy egy gyülekezet nem így működik. De ébernek kell lennünk, mert Krisztus egészséges teste ellen dolgozik a gonosz, aki folyamatosan be akar közénk dobálni olyan gondolatokat, olyan hozzáállásokat, amik megbetegítik valahol a testet. Végül és utolsó sorban, harmadszor, szükségünk van egymásra, hogy meglássuk és megtapasztaljuk azt, amit Isten megígért. Pálapostolnak Isten megígérte, hogy a római császár elé fog állni. És hat hónap gyötrődés után a római testvéreket használja Isten abban utolsó körben, hogy Pálapostól el is jusson és betöltse a küldetését. Szükségünk van egymásra ahhoz, hogy meglássuk azt, amit Isten a gyülekezetünknek ígér. Isten a gyülekezetünknek megígérte, hogy fog adni egy nagyobb helyet, ahol a gyülekezetünk növekedhet. Íme itt vagyunk, és nézzetek körbe, jól nézzetek körbe, mert egyre fogynak a székek. Halleluja! Hát fogjanak is! De nem úgy, hogy kivisszük őket, hanem úgy, hogy megtöltik az emberek. Isten ígér mindig újabb és újabb dolgokat azoknak, akik komolyan veszik őt. Viszi őket tovább. És az a csodálatos a mi Istenünkben, hogy egyszerre betöltjük a küldetést, amit ránk bízott, és egyszerre örülünk annak, amit átélünk. Mert Krisztus teste egyszerre szolgálja a külvilágot, és szolgál a bentlévők felé is. Ha valahol hiány lép fel a testben, azt betöltjük. Mert amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással. Mert hogyha egy gyülekezet jól működik, akkor nem individualista, nem egoista embereket nevel, hanem olyan embereket, akinél a menny erőforrásait elhelyezi, és akik ezekkel az erőforrásokkal élnek és szolgálnak egymás felé. Itt közöttünk, hogyha jól működünk, akkor védett, biztonságos terepen tanuljuk a megbocsátást. Van olyan, hogy megsértjük egymást? Van. Van olyan, hogy nem értünk egyet valamiben? Van. Van olyan, hogy azt érzed, hogy valaki haragszik rád? Van. Lesz olyan, hogy látszólag kibékíthetetlen konfliktusba kerülünk? Majdnem biztosan. De. Lesz olyan, hogy nem bocsátunk meg egymásnak? Nem lesz. Lesz olyan, hogy haragot tartunk egymással? Nem lesz. Lesz olyan, hogy egyik vagy másik azt mondja, hogy én őt nem szeretem. Nem lesz. Lesz olyan, hogy a kibékíthetetlennek tűnő konfliktusok kibékítetlenek maradnak? Nem lesz. Miért nem lesz? Mert mi az Urunktól azt tanuljuk, hogy ezeket védett környezetben gyakoroljuk. És megtesszük, és elengedjük, és elszakítjuk, és elvárjuk. és, és minden megteszünk annak érdekében, hogy ez a test egészségesen működjön. Hogyha oda megy valakihez, ez a test, itt a gyülekezeten belül, vagy a gyülekezeten kívül, akkor az ne így menjen, hanem oda menjen, simogasson, bátorítson, átöleljen, megfogja a kezedet, felemeljen, mert Jézus jól működő teste a gyülekezet ilyen. Ezért tehát zárszó, Isten népében a legjobb helyen vagy. Kedves vendégeink, hadd mondjam ezt nektek is, a legjobb helyen vagytok, mert Isten népében vagytok most. És Isten népében a menny erőforrásai működnek, és egymás felé szolgálunk, ezért szabadulj fel, és hagyd, hogy Isten a gyülekezetben Felszabadítson a szorongásaidból, felemeljen és szolgáljon feléd. Ámen. Álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Atyánk, olyan csodálatos, mindaz, amit te elképzeltél a gyülekezeten belül. Olyan csodálatos, ahogy elképzelted azt, hogy mi képviselhetünk téged, Jézus. És sokszor szembesülünk a korlátainkkal, szembesülünk a határainkkal és a tehetetlenségünkkel. De köszönjük, hogy téged hívni segítségül az soha nem ütközhet akadályba. Hogy te mindig kész vagy, hogy jöjj, tápláld, a gyülekezetünket. Vezesd a gyülekezetünket, hogy ez egészséges test tudjon lenni. Atyánk, egy szívvel megvalljuk előtted, hogy nem engedjük be a köreinkbe a megosztottságot. Nem, egy, nem engedjük be a te testedbe a meg nem bocsátást. Nem engedjük be a te testedbe a haragot. Nem engedjük be a keserűséget hogy meg ne fertőzzön bennünket. Ellenben hívunk, hogy ajándékozz meg bennünket a az erőforrásaival. Szeretettel, kölcsönös megértéssel, megbocsátással, bocsánat hogy hadd tudjunk egymás tagjai lenni, és hadd tudjuk így betölteni azt a küldetést, amit ránk bízol. Amen.